Kapinya István nyugdíjas, 9 éves kora óta tolnai lakos. Már közel 60 éve foglalkozik galambokkal, jelenleg 42 szárnyasa van. Hosszú évekig volt a Szekszárdi Postagalamb Sportegyesület elnöke. Gyerekkoromban falu nevelkedtem, és hát ott a szüleimnek már, sőt nem a szüleimnek, hanem majdnem minden háznál volt galamb. És én nekem ottan nagyon megtetszettek a galambok, ottan akkoriban még csak nézegettem őket, mert még 6 és 9 év között, amikor észrevettem, hogy hát engem érdekelnek a galambok, csak nézegettem, és mikor elköltöztünk Tolnára, hát apukám hozott ide is galambokat, hogy majd tart tovább galambot itten Tolnán is, csak hát itten már valahogy megkaptam én, tehát én folytattam a galambászatot, és valamivel komolyabban, mint az édesapám, és akkor ezt egy szomszédunk is észrevette, aki postagalambtenyésztő volt, sőt versenyző volt, Hidasi Jánosnak hívták, Hidasi János bácsinak, és ő fölgarolt engemet, és javasolta, hogy cseréljük ki a galambállományt postagalambra. Napjainkig versenyzek. Nem vagyok élversenyző, de nagyon szeretek versenyezni, hozzáteszem. Nem irigylem sose másoknak az eredményét, sőt, büszke vagyok már csak azért is, hogy legalább az egyesületünk valamire viszi. De vajon mi is az a postagalambverseny, hogyan is zajlanak ezek az események? A szakértő azt mondja, akár 1200 kilométeres távolságot is megtesznek az állatok egy verseny alkalmával. Van az, hogy a természetes módszerrel való versenyzés és az özvegy versenyzés. A természetes versenyzés az természetes módszerrel történő versenyzés tulajdonképpen az, amit én csinálok, hogy a galambok párba vannak és fészekről vannak röptetve, versenyeztetve, tehát fiókát nevelnek. Az özvegy versenyzés pedig olyan, hogy nincsen párjuk a galamboknak, tehát külön vannak választva a galambok, a hímek, és külön vannak választva a tojók. És ott is még meg van különböztetve, hogy totál özvegység, vagy normál özvegység, ami annyit jelent, hogy a galambokat, hogy vagy csak a hímeket röptetik, vagy pedig a hímeket és a tojókat is versenyeztetik. Ha összepárosodik egy galamba párjával, az akár egy életen keresztül, az el nem veszik, vagy el nem pusztul, akkor azzal a párjával él. Sok galamb, hogy úgy mondjam, nagyon szerelmes és hűséges. De vannak a galamboknál is olyanok, hogy vagy a tojó, vagy a hím félre megy egy-egy alkalommal. Tehát itt is van olyan, hogy hűtlen lesz a galamb. Most is, hogyha kiengedem őket, egyfolytában az eget kémlelem, hogy merre repülnek, nem, hogy támadja őket valami héja, vagy milyen aktívan repülnek, nem egy betegek, mert hogyha betegek, akkor egy-egy galamb kiválik belőlük, az leszáll. És hát tehát a lényeg az, hogy állandóan az eget figyelem, és bámulom a galambjaimat. Mások szóval arra gondolok, hogy a szomszédok azt hiszik, hogy valami baj van, mert hát, hogy a kapinya kiáll az udvar közepére, az akkor csak az eget nézi. Tehát ez valahogy úgy nálatok, vagy a galambok iránti, madarak iránti szeretet, amitől nem tud az ember egy idő után megválni.